szónak kilinga lángója. Népdalok, ölbéli játékok, mondókák, erről szól a ringató foglalkozás, ami szeptember óta csalogatja a kisgyermekes családokat azért, hogy a zenei nevelést már egészen kiskorban be tudják csempészni a kicsik mindennapjaiba. Az egyik édesanyja azt mondja, nagyon szeretik ezeket az alkalmakat, 7 hónapos kisfiúknak nagy élményt jelent a családias légkörben eltöltött idő. Nekünk a családi életünkben nagyon bekúszott a ringató, több könyvet megvettünk, és rendszeresen énekeljük, mondókázunk az itt hallott dalokat, már olyan szinten, hogy apuka is megtanulta ezeket, és így igazán értéket képviselő dalokat tudunk számára biztosítani. Kedden indult újra a foglalkozás Rozványi Bea vezetésével, aki azt mondja, az ének, a játék és a szeretetteljes meghitt közeg arra bátorítja a családokat, hogy otthon is közösen tapasztaljanak meg hasonló élményeket. Az itt megtanult élő hangszeres dalok a magyar hagyományokra épülnek, sokat segítenek a kicsik fejlődésében. A ringató célja, hogy mintát adjunk a kisgyermekes családoknak a egész picikortól való zenei nevelésre. Ez kodály gondolatok alapján épült fel, Gró Ilona az alapítója, és a ringató az egy magyar örökségdíjas zenei nevelési módszer, mely erről szól, hogy hogyan tudjuk már egészen pici, akár pár hetes, hónapos kortól a zenei nevelést elkezdeni gyermekeknél. A ringató foglalkozásokra minden kedden délelőtt 9:30-tól várják a legkisebbeket egészen 3 éves korig családjaikkal a Gárdonyi Géza művelődési házba. Nagyot ugrik!